Üdvözlöm a Komárom Podcast nézőit és hallgatóit! Ma három Komárom gasztronómiájával kapcsolatos témáról lesz szó, vendégem pedig Proceller Tamás és Sági Szilárd. Sziasztok! Köszönöm, Szia. Hogy elfogadtátok a meghívást! Köszönjük szépen! Kezdjük akkor a Komgasztróval szerintem. Mikor és miért indult el ez a projekt? Most a Komgasztró az körülbelül egy olyan két éve indult el, és hát onnan indultunk, hogy az volt az alapvető cél, hogy Észak és Dél Komárom éttermeit végigjárjuk, és kezdetben Szilárd nélkül voltunk, de aztán nagyon hamar bekerült hozzánk Szilárd, és aztán vele felvértezve folytattuk a célt, és hát rengeteg helyen végigjártunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindenhol jártunk, ahol lehetett itt Észak és Dél-Komáromban. Miről szólnak maguk a részek? Nagyon egyszerű feladatunk van. Döntő részében ugye megpróbáljuk bemutatni az éttermeket természetesen, és a finomabbnál finomabb falatokat kell megkóstolnunk, és ezt értékelve áll össze egy műsor. Körülbelül így néz ki a dolog. Kikhez látogattatok már el? Fú, hát... ez a jó kérdés. Kikhez nem? Igen, és itt jó, véletlenül kihagyok valakit, az teljesül. Tényleg, tehát itt több mint 20, de lehet, hogy több mint 30 helyszínről is van szó, úgyhogy ezt nem fogom tudni felsorolni, de tényleg mindenkit meglátogattunk. A nagyok közül biztosan mondhatom, de a kicsik közé is el fogunk menni, mert ugye az idei évben is folytatódik a Komgasztró, és most már megpróbáljuk... Hát bocsánat, tehát valaki úgy érzi, hogy még nem szerepelt a mi műsorunkban és szeretne, akkor itt az idő, hogy jelezze. Úgyhogy mindenkihez elmegyünk. Vannak már konkrét tervek, hogy ki lesz a következő? Hát pont a mai nap egy picit csokizunk majd, bombonozunk, csokizunk, az Axhoz fogunk ellátogatni Észak-Komáromban, utána pedig már a Komáromban jó ismert Nana pizzázóhoz megyünk el, és megnézzük, hogy ott mi változott az elmúlt egy évben. Hol lehet megnézni ezeket a részeket? A Facebook, YouTube. A Facebookon a Komgasztró csoportban és a főoldalon, a Komárom főoldalán is megjelennek ajánlók a műsorról, és hát a Komárom YouTube csatornáján belül a Komgasztró lejátszási listában vannak ezek a videók feltöltve. Mint minden forgatáson, ugye szakmából tudjuk, hogy szoktak akár bakik is előfordulni, nektek mi volt a legviccesebb élményetek a Komgasztró forgatásain? Szilárd, neked te emlékszel most, hogy hirtelen? Annyira profi a csapat, hogy itt csak direkt bakik vannak, de nincs ilyen, hogy te emlékszel ilyenre? Hát most így hirtelen az ott eszembe. Én csak a szépre emlékszem. Most ezt nem is bakinak mondanám, szerintem az egy jó poénod volt, amikor a Rüdiger tónál voltunk, és a Pingvin étterembe mentünk forgatni, és azt mondtad, hogy itt vagyunk a Rüdiger tónál, de itt pingvint nem találtunk, de valahogy, de ott az jól jött ki, szerintem az jó volt. Az jó volt a pingvines. Most így hirtelen tényleg így a többire. Meg kell nézni. Egyébként poénos, tehát azért próbáljuk nem vérkomolyra venni, hanem viccesek is vagyunk többek között, vagy legalábbis igyekszünk azok lenni, meg nagyon informatívak, mert hogy az a lényeg, hogy tényleg mindenkit megismertessünk. Egyébként itt megjegyzem, hogy például ma is megyünk a Nana pizzériába, és én mindenkinek elmondom az elmúlt két évben, akivel találkoztam, hogy ha Komáromba jön, akkor mindenképp egyen pizzát, mert konkrétan világszínvonalú pizzák készülnek itt. És volt személyes kedvenc forgatásotok? Van, amit így fel tudtok idézni, hogy na ez volt az a pont, ami tényleg olyan jól sikerült, hogy mindenképpen meg kell néznie mindenkinek? Nekem két kedvenc részem van. Ha már a pizzánál tartottunk, akkor amikor a Kustán Fecónál voltunk, és ott együtt bent a food truckban csináltuk a pizzát, szerintem az, nekem az nagyon tetszett, ott jó volt, ott is nagyon jó volt a hangulat, de nekem az bejött ez a dolog, hogy ott a pizzákat csináltunk, és én először csináltunk így pizzát egy ilyen food truckban, ez nekem nagyon tetszett, meg a csillagerődös műsor volt még. A csillagerődös műsor volt még szerintem marha jó, amikor fent a csillagerő tetején főztünk együtt, és ez egy évad záró rész volt. Ja, igen, az elég konkrét. Én nekem még így hozzátenném, hogy különösen azt tetszik, én nagyon imádom az embereket, ez biztos mindenkinek kiderült, hogy szeretek dumálni, szeretek ismerkedni, és ami nekem nagyon tetszik az egészben, megismerni az embereket az üzlet mögött. Tehát, hogy azok, akik készítik az ételeket, mondjuk milyen emberek, és ez szerintem ez az egyik legfontosabb.
És ha kell, pálmát is hozol bárkinek. Igen, ilyen is történt. Igen. Sági Pálma családtagunk megérkezett ide. És hogyan jutottatok el a Jókai palacsintáig? Hát kérlek szépen, még nagyon régen volt róla szó, hogy dolgozzunk együtt, aztán ez így is lett, és akkor voltak olyan ötletek, hogy alakítsunk ki egy menüt, aztán én azt egy kicsit így úgy gondoltam, mivel vendéglátós vagyok, hogy ez nem fog osztatlan sikert aratni a vendéglátósok között, mert hogy az macera, tehát hogyha megvan egy étlapod, vagy uram, bocsán, mondjuk olasz ételeket készítesz, akkor oda hogy jön egy általam kreált menü. De az élet úgy hozta, hogy aztán meg itt főzőcskéztem helyiekkel, komáromi ismert emberekkel, és különböző kihívások elé állítottam őket, aztán a végén meg ők hívtak ki engem, és azt mondták nekem, hogy készítsek egy olyan jókai bablevest, ami nem leves. És aztán így lett a palacsinta, és aztán ez tovább fejlődött általunk is, az emberek által is, tehát gyakorlatilag az lett a koncepció, hogy van egy alaprecept, és azt minden egyes étterem a saját íze szerint, vagy ízlésvilága szerint formálja. Tehát, hogy alapvetően úgyis ugyanarról beszélünk, aztán majd az emberek eldöntik, hogy melyik helyen ízlik a legjobban. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy ha már egyszer ettél valahol komáromi jókai palacsintát, akkor nincs vége, hanem körbe kell járnod a többi helyeket is, és akkor kiderülhet, hogy nekem az ízlik jobban, nekem meg az, ahol nem tudom, hogy csinálják, és tehát, hogy ilyen, ez egy örökzöld téma tud lenni, de a komáromi jókai palacsinta, mint fogalom, az Komáromhoz kell, hogy kötődjön. És nyilvános a recept? Tehát, hogy meg lehet találni interneten, és mennyire nehéz elkészíteni? Nagyon-nagyon egyszerű, sőt, azt most nem is titkolom, tehát gyakorlatilag fogsz egy palacsintát, azt egy bab pürével, hogy azt hogy készíted el, az megint csak rád van bízva, de gyakorlatilag, ha van egy jókai bableveset, akkor annak az alapanyagaiból elkészíthető, mert hogy egy bab pürével, vagy babkrémmel megkered a palacsintát, ebbe belecsípkeded a csülköt, ami mondjuk ott volt a levesbe, szépen felgöntjöröd, egy kis tejföl, bármilyen formában, akár higítva, akár simán, és pirított kolbász chips, meg persze lehet mindenfélével, még lilahagymától kezdve bármivel fokozni az ízélményt, de ez az alap. Gyorsan megjegyzem, hogy például a húsvéti sonkánál, én mindig elmondtam, és még a gyerekeim is már kérik, hogy amikor ugye elkészül egy jó adag, nem a tarja, meg a kötözött, nem tudom, hanem rendes füstöl, csülkös vendégváró húsvétkor, akkor azt 2-3 napig eszi az ember, tök jó, főtt tojással, minden, de így az 5. napon már kezd egy kicsit uncsi lenni, és akkor például remek szolgálatot tud tenni, akkor is egy ilyen komáromi jókai palacsinta. Témában a Vákai rekordkísérletre is készültök. Mikor lesz ez, és hol lesz? Június 7-én a komáromi, dél-komáromi Szabadság térre tervezzük ezt a rekordkísérletet. Az eredeti terv az, hogy egy 450 méter hosszú, egybefüggő jókai palacsintát szeretnénk itt a téren összerakni, a komáromi segítőkkel együtt. Ez az alapkoncepció. És a gyakorlatban ez hogy néz ki? Van egy óriási palacsintasütő, vagy külön-külön emberek sütögetik majd meg? Ekkora palacsintasütő nincs. Igen, a Szilárddal így együtt így simogatjuk majd. Nem, ekkora palacsintasütőnk sajnos nincsen. Próbálj, ezt egy külső szolgáltatók segítségével fogjuk megoldani a logisztikai részét, és a komáromi civil szervezetekkel, lokálpatriotákkal együtt egy ilyen 250 méter hosszú színpadi elemekből álló asztal sorra fogjuk kirakni majd a palacsintákat, ahol ugye tud fordulni egyet, és akkor így kijön a 450-500 méter. Mert hogy az a lényeg egyébként, ez viszont kőbe van vésve a rekordkísérletnél, hogy a palacsintáknak, tehát ugye elképzeled a normál palacsintát, és amikor össze van göngyölve, akkor 2 centit, ugye? Körülbelül 2 centit össze kell, tehát fedésbe kell lenni. Úgyhogy több szálon fog majd futni a cselekmény, és már előre megköszönjük minden segítőnek a munkáját. Mindenkinek meg lesz a pályája, hogy ott kell elindulnia, és aztán csak össze lesznek kötve. Ez azért fontos, mert itt sokkal gyorsabb. Tehát egyesével 450 métert elkezdünk kipakolni, picit akkor sose végzünk. Itt meg azért fontos nem csak az, hogy elkészüljön a palacsinta és meglegyen a rekord, hanem hogy minél gyorsabban, hogy utána aztán el is tudjuk fogyasztani. És ott helyben fogjátok megtölteni is ezeket a palacsintákat? Igen, a töltés rész az helyben
kell, hogy ott töltődjön, és ez is az alapvető terv, igen, hogy ez is majd fel lesz osztva különböző részekre. De én szerintem ez egy nem egy bonyolult feladat, úgyhogy hamar, gyorsan fog ez a dolog működni. Azért koordinálni kell. Mindenképp koordinálni fogjuk. Meg nagy segítségre számítunk mindenkitől, ha nem is a készítésben, hanem az evésben. Az evésben mindenkit várunk. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, Komáromból, környékből és bárhonnan, ahogy akik szeretnének eljönni és megnézni ezt a rekordkísérletet, jöjjenek el és kóstolják meg a jókai palacsintát. Nagyon fontos, hogy ez egy sós étel, mert néha már belefutottunk ilyenbe, hogy az a végén derült ki, hogy itt Nutella nem lesz. Most hát aki szeretne, az hozhat magával, de ugye azért ez egy... Az már elég ínyenc lenne. Igen, de ez egy sós étel, tehát erre kell készülni. A nyári programok között még szerepel nálatok a Food Truck Show és a piknik is. Ez hogyan fog zajlani, meg ugyanúgy hol lesz, mikor lesz, ezt is harangozzuk be egy kicsit. Tehát idén a komáromi Food Truck Show-nál a Food Truck Show mint étkezési lehetőség mellé egy ilyen utca zene fesztivált szeretnénk hozzá csatolni itt a komáromi Kultúra és Kft. Segítségével közösen majd. És hogyha találkozni akarunk ezekkel a food truckokkal, akkor hova kell elmennünk? A Food Truck Show-t, ahogy tavaly is, idén is a komáromi Jókai Ligetbe tervezzük. És a Jókai Ligetnek van ugye középen egy óriási térköves része, ott lesznek majd körbe egy ilyen U-alakban a food truckok, tehát jól, könnyen körbejárhatóak, középen pedig ugye rengeteg ülőhelyjel készülünk, de nem csak a térköves rész lesz ahol a food truckok találhatók, hanem ugye maga az utca rész, ami átfut a Jókai Ligettel szemben, oda is tervezünk még egy-két plusz kocsit. Tehát a Bőti Zsolt utca ebből a szempontból majd erre az időre majd mindenképp lezárása kerül, és szeretnénk az egész ligetet is belakni, tehát a játszótértől kezdve a fás részeknél is tervezünk plusz lehetőségeket. És hány napig fog ez tartani? Június utolsó hétvégén péntektől vasárnapig tart majd a Food Truck Show, péntek déltől vasárnap délig. És mindenképpen éhesen kell venni? Teljes mértékben igen, mindenképpen éhesen és szomjasan. Vagy sokáig kell maradni, ennyi. Nagyon jól hangzik ez a rekordkísérlet, de milyen más programokra számíthatnak az érdeklődők? Az első terven felül, ugye, tehát magán a rekordkísérleten felül azért szeretnénk ezt egy picit ilyen családi rendezvényé duzzasztani, tehát azért is maradtunk végül a Szabadság térben, mert még plusz kiegészítő szolgáltatásokkal készülünk a gyerekes családok számára, de akár bárki más számára, tehát még plusz külön catering szolgáltatások is lesznek, tehát itt nem csak arra kell számítani majd a Szabadság téren, hogy csak ezzel a palacsintával fogunk foglalkozni, hanem bárki, aki kijön családdal, vagy egyéni módon, még plusz más szórakozási lehetőség közül is választhat majd. Jól fogják a magukat érezni, akik kijönnek, úgyhogy várjuk őket. Visszatérve a kérdésedre, hogy mi volt az, ami nekem tetszett, például eszembe jutott most az is. Tehát egyrészt nagyon-nagyon tetszik, az amellett, hogy megismerem az embereket és megszeretem őket, reméljük ez kölcsönös, az, hogy elindult egy ilyen kis összefogás, és ez a palacsintának is, meg természetesen a procéknek is köszönhető, hogy ahogy járunk Észak- és Dél-Komáromba, és például ott ugyanúgy kerülnek fel az étlapra a palacsinták, mint tehát gyakorlatilag már érezhető egy összefogás, és ugyanúgy például ők is segíteni fognak a palacsinta rekordba, tehát hogy ez volt egy olyan kósza ötlet, hogy majd a hídon, de hát az egyrészt azonnal ki is nőttük, ahogy kiderült, hogy még rengeteg program fog mellé jönni, de nyilván tehát az összefogás az így meg fog maradni, tehát, illetve érezhető egyre inkább, én ezt érzem. Aztán volt egy olyan sztori például, azt nem is mondtad, hogy elmentünk egy rendezvényre, és ez nem Magyarországon volt ugyan, de például volt egy magyar zsűritag is, és akkor ott tehát gyakorlatilag osztogattunk palacsintát, hogy ezzel is népszerűsítsük, óriási siker volt, meg is nyertük a közönségdíjat, ez nekem nem volt annyira meglepő, mert nyilván mi osztogattunk a legtöbb palacsintát. Viszont azt mondja nekem a prociót közben, hogy te figyelj, Szilárd, végülis itt szóltak, hogy itt egy főzőverseny van, nem nevezünk be? Nagyon jó, összedobok egy palacsintát a zsűrinek,
kiraktuk, és megnyertük az Aranyfakanel díjat, úgyhogy ez külön szerintem nem, egy semmi, jó poén. Gratulálok nektek! Igen, abszolút jó poén volt, igen, és sokat dolgoztunk vele, mert amíg tényleg, tehát maga a logisztika része, amíg oda eljutottunk, kisboszostól, foodtruckostól, mindenestől, de megharcoltuk azt, amit de én már találkoztam emberekkel, akik már hívtak, hogy akkor jövőre ugye ott leszünk, és akkor már tervezzük ott alvosra, nem tudom, tehát ott már vannak az embereknek terveik velünk. Igen, ez is egy nagy lehetőség volt, már szinte el is felejtettem. Annyi minden történt velünk azóta, Igen, és hát ahogy a Szilárd is említette, a Jókai Palacsinta megszületése, azon kívül, hogy azt szeretnénk, hogy ez Komárom étel tudjon lenni, nagyon fontos küldetése még, és tényleg, ahogy mentünk előre a műsor során, kezdte így kinőni magát, és kezdett úgy letisztulni ez az egész dolog bennünk, hogy hát tényleg Észak és Dél Komárom összekapcsolódásának is ez egy fantasztikus lehetősége, mert a gasztró az egy jó üzenet, az étel az egy jó üzenet ebből a szempontból, így tényleg a Jókai Palacsinta az a két Komáromot össze tudja kötni, és akkor ugye a jelszavunkban, a szlogenünkben is, ha benne van, hogy határtalanul jó, akkor ez tényleg teljes mértékben meg tud valósulni. Hogyha kedvet kaptam ahhoz, hogy egyek egy Jókai Palacsintát, akkor merre induljak, melyik étterembe lehet ezt kapni? Hát egyrészt, ha kedvet kaptál, akkor megdicsérlek, mert vagy akkor mi végeztük jól a munkánkat. Én azt kell, hogy mondjam, ami biztos, hogy körbe kell nézni, és ez egyáltalán nem baj, nézd meg az éttermeket, mert van, ahol szezonális jelleggel rakják fel az étlapra, meg nagyon sok helyen csinálják azt, hogy a menüben szerepel, és az szerintem teljesen jó. Akkor mindenképpen utána nézek. Egy kicsit vadászni kell, így van. Például az iránykomárom.hu oldalon is meg lehet találni ezeket? Az iránykomárom.hu oldalon a recept az biztosan fönt van, és természetesen a Komgasztra összes évad a fönt van, tehát ott akkor tudod, és ugyanúgy természetesen az éttermeknek az elérhetőségeik is ott vannak fönt, úgyhogy onnan mindenképp tudsz szemezgetni majd a lehetőségek közül. De csinálhatunk egy felhívást is, és akkor azt mondjuk, hogy az emberek otthon készítsék el, akár bográcsozás helyett idén. Meg egy versenyt is lehetne szervezni. És rakják fel a képeket a Facebookunkra, akár küldjék be nekünk, hogy hányan készítették, mekkora csapat volt, milyen lett. Szilárd, te már sokszor említetted, hogy szeretnél egy versenyt így a Jókai Palacsintában, és hát ez egy jó ötlet lehetne, úgyhogy még az is lehet, hogy ezt még megcsináljuk, még lehet az idén. Nem? Teljes lendületben. Óriási lenne. Még én is beneveznék. Úgyhogy ezt akartam mondani, úgyhogy nevezhetsz is akár. Picit az átlagostól eltérve, nem az a bográcsos történet lenne, de így kell újdonságokat adni. Fél marha gyorsan el tud készülni. Előtte a csülökfőzés az mondjuk egy kicsit hosszasabb. De... Így akkor, igen, akkor ez az egész napot ki tudja tölteni. Viszont a csülökfőzőlevét mindig rakjuk el, műanyag flakonokba fagyasszuk le, mert abból később egy jó bableves, vagy bármi is lehet. Ez egy nagyon jó tipp. Ez egy szakma is. Na, mi a helyzet? Akkor mi legyen? Mi jöttök mindenhová, ott leszünk a Palacsinta Feszten. Milyen programok lesznek még? Én hozom a családot? A Palacsinta Fesztre mindenképpen. Úgyhogy mondjuk el a Palacsintánál, még a Palacsinta Rekordnál azért ez egy fontos része, hogy én szeretek lovagolni ezeken a technikai, logisztikai részeken. Ugye ez egy 250 méter hosszú színpadi elemekből összeálló asztalt kell elképzelni, ami ilyen kígyó alakba fog majd itt a Szabadság téren végigmenni. Ez azért is, mert több bejárata és kijárata van, és jól szervezhetővé, jól építhetővé válik a palacsinta, és ezért odafigyelünk a higiéniai részekre is, tehát ez abroszt kap, és ez egy ipari folpakot is kap a tetejére, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy azért próbálunk tényleg a higiéniai elvárásoknak teljes mértékben megfelelni. Ez dekorozva lesz, tehát Komárom színét is megjelenítjük rajta, és hát lesz egy picit kiemelkedettebb, vagy egy emeltebb része majd, egy magasított része majd ennek az egész asztalsornak, ahol majd Észak és Dél-Komárom polgármestere fogják majd az utolsó darabokat összerakni. Szerintem a mi segítségünkkel, Szilárd és az én segítségemmel majd ezt összerakjuk, és akkor így tud majd hivatalosan összeérni ez a dolog, és a magyar rekordokból pedig jön majd valaki, aki ezt jól megméri, ezt a palacsintát, és kapunk tőle egy pecsétet arra, hogy igen, elértük ezt a rekordot, amit szeretnénk. Kik lesznek még a közreműködők? Tudsz említeni néhány résztvevőt?
Kezdeném Észak-Komárommal, tehát ahogy mondtuk is, hogy a palacsintának a célja az, hogy összekapcsolja a két várost. Észak-Komáromból Keszeg Béla polgármester úrral jön egy közel 50 fős csapat, akik majd beszállnak és segítenek hajtogatni nekünk. Dél-Komáromban pedig, hát itt könnyebb dolgunk van, ugye mi is dél-komáromiak vagyunk, a civil szervezeteket Koppánymonostortól Szőnyön át a nyugdíjas klubokig, a Máltai Szeretetszolgálat, a Vörös Kereszten át, tényleg a turisztikai attrakciók csapatáin keresztül mindenkit felvettük a kapcsolatot, sőt már két körös megbeszélésen is túl vagyunk, tehát ahol elmondtuk azt, hogy mi ezt az egészet hogy szeretnénk megcsinálni, hogy fog ez az egész dolog megtörténni, sőt volt egy olyan rész, ahol 50 darab palacsint, tehát egy ilyen próbaként már összehajtogattunk és megnéztük és megmutattuk nekik, hogy kell majd ennek a dolognak a rekordkísérlet alatt történnie. Így szeretnénk tényleg ezáltal létrehozni azt, hogy a jókai palacsintát mindenki magáénak érezhesse Komáromban. És vannak már pontos időpontok, hogy mennyi idő alatt kell ezt elkészíteni, vagy összeraknatok? Mondjuk reggel 9-re oda mentek, és akkor délben már végeznetek kell? Nem, pontos időpont nincs, tehát ugye maga a kísérlet az este 6 órakor kezdődik. Direkt úgy időzítettünk, hogy mindenki, aki tehát még mondjuk pénteken dolgozik, azért el tudjon jönni. Tehát este 6. Én azt gondolom, hogy szerintem ez egy 20 perc alatt le tud zajlani. Nagyon fontos az, tehát ez a 20 perc, ez a csúcspont, tehát ez a csúcstámadás része, amikor már mindenki az asztalnál állva, maga előtt a töltőzsákokkal, majdnem a palacsinták kipakolva vannak, és a hajtogatás töltés része, azért az nagyon gyorsan le tud zajlani, de azért ennél természetesen ez sokkal összetettebb és bonyolultabb dologról van szó. Nem a rekord miatt fontos az, hogy minél hamarabb elkészüljön, hanem azért, mert ugye ez elkészül, lemérik, és aztán meg kell lennünk. Igen, meg kell lennünk. Az lesz a nagy feladat. Úgyhogy ezért is várunk. Szerintem az pikpak el fog fogyni, nem kell stresszelni. Dolgozunk azon természetesen, hogy ahogy a Szilárd is említette, vagy ahogy te is mondtad, hogy a legkeményebb rész az lesz, hogy az is egy nagy feladat, hogy el kell fogyasztanunk a palacsintát, de dolgozunk ezen mindenképpen, úgyhogy azért a rekordkísérlet előtt egy hónapon keresztül itt Komárom, Esztergom megyében és a környéken azért mindenhol promotáljuk ezt a dolgot, amennyire csak tudjuk és van rá lehetőségünk, de ugyanúgy természetesen az iránykomárom.hu oldalon is megjelennek majd ezek a promotálós felületek, ahol bárki, aki felálltogat az oldalra, látni fogja majd ezt a lehetőséget. Mondjuk én akkor sem sértődök meg, ha Debrecenből is jönnek, vagy Szegedről, vagy... Tehát akkor országos szinten várjátok az érdeklődőket. Persze, bárkit várunk szeretettel, aki érdeklődik egy ilyen gasztronómiai érdekesség iránt. Itt már rengeteg kihívás elhangzott, most téged is egy ilyen elé állítunk, mit szólsz hozzá. Kíváncsi mindig, várunk, amikor igen. Forgattunk a Procival, akkor a végén beszervezve a helyeket, elmondjuk a szlogenünket, ami nem más, mint egy kóstolj be Komáromba, és ezt háromra szoktuk megcsinálni. Nos, akkor 1, 2, 3! Kóstolj bele Komáromba! Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velünk, a nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb is érdekes témával jövünk, viszontlátásra!